Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. A téli időszakra új helyszínre költözik a Művelődési Központ Tamásiban. A szakadáti dialektus is megelevenedik a tájházukban. A szüreti felvonulásra közel 50-en öltöttek népviseletet Nagykónyiban. 20 éves jubileumot ünnepel a Diósberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Tamási város önkormányzata is létrehozta azt az intézkedési tervet, amely mentén megtakarításokat remél a következő időszakban. Az energiaválság arra a lépésre késztette a város vezetését, hogy a közösségi élet színterét, a művelődési központot egy gazdaságosabban üzemeltethető épületbe telepítse át. A téli időszakban tehát új helyszínen érhető majd el a művelődési központ, de a már jól ismert telefonszámon. Tamásiban a Zöldpont és Civilházat azzal a céllal hozták létre, hogy új kulturális közösségi terével hasznos találkozó helyé a városban működő civil egyesületek egyéb szerveződések új otthonává váljon. Most az energiaválság okozta megszorítások arra a döntésre kényszerítették a település önkormányzatát, hogy a művelődési központot ebbe a jóval kisebb épületbe telepítse át. November 1-től a téli hónapokra úgy tervezzük előre láthatólag, hogy április 1-jéig elköltözik a művelődési központ, illetve a tevékenysége a Zöldpont és Civilházba, Tamásiba, ami az Arany János utca sarkán található. Azért tartom fontosnak ezt kihangsúlyozni, mert sokan megállítanak ilyetten, hogy férünk be mi a zöldalmaházba, tehát hogy nem a piac bejáratánál levő zöldalmaházba fog költözni az intézmény, hanem az idei évben elkészült és átadott nagyon szép felújított épületbe, ami a Deák Ferenc utca és az Arany János utca sarkán található, ez egy Zöldpont és Civilház. Itt ebben az épületben egy közel 100 fős konferenciaterem, egy 30 fős klubszoba várja majd az oda látogatókat, érkezőket. Ami nagyon fontos, hogy valóban elsősorban itt most a művelődési központban működő civil közösségekre, művészeti csoportokra, klubokra, szakkörökre gondolunk. A művelődési központban folyó munka nem állt meg. A csoportok, az egyesületek továbbiakban is az új helyszínen, azaz a Zöldpont és Civilházban várják a tagjaikat. Mivel jóval kisebb helyen kell úgymond összehúzni magunkat ezekben a hónapokban, így egy kis logisztika előzte meg azt, hogy ki mikor fog próbálni, kinek mikor lesznek, mely csoportoknak mikor lesznek az összejövetelei, de szerencsére meg tudtuk oldani. Örülünk, hogy a csoportok is rendkívül rugalmasan álltak hozzá ehhez, és például, hogy egy példát mondjak, egy olyan szenior tánc csoport, amelynek tagjai 99%-ban nyugdíjasok, így ők feladták az eddigi időpontjukat, és például délelőtt fognak érkezni a próbáikra. Tehát nem maradtak minden csoportnál ugyanazok az időpontok, amik a műfázban megszokottak voltak már, hiszen azért nem mindegy, hogy egy-két helyiségben, vagy akár 10 helyiségben tudjuk elhelyezni a csoportjainkat. Mégis nagyon nagy öröm számunkra, hogy mindazok a művelődési központos csoportok, azok a civil közösségek, akik már évek óta, sőt, azt kell, hogy mondjam, évtizedek óta működnek az intézményben, azok ugyanúgy otthonra lelnek majd a civil házban is. A programok tekintetében egy jóval visszafogottabb időszak vár a tamásiakra. Pont a hely, a helyiségek nagysága miatt annak örülünk, hogy egyáltalán a csoportok, közösségek elférnek, így aztán ebben az 5 hónapban színházi előadásokra, koncertekre, olyan rendezvényekre nem kerül sor, ahol nyilván vártunk vagy fogadtunk eddig 100-200-300 embert is. Erre majd visszatérünk április 1-jétől, addig is tényleg az első és legfontosabb szempont a helyi közösségek megtartása és tovább működtetése lesz. Úgy tudtuk megoldani a beosztást, hogy hétfő reggel 9 órától péntek este 8 óráig folyamatos váltásban lesznek a csoportok. Van olyan nap, van olyan alkalom, amikor 3-4 forduló is történik. Ezért is volt fontos az, hogy nagyon együttműködőek voltak a csoportok, és mi is igyekeztünk úgy beosztani, hogy az a ház állandóan tele lesz élettel, valóban a nap minden szakában
órában, minden órájában várjuk majd a látogatókat, és természetesen nem csak azokat, akik ezeknek a csoportoknak a tagjai, mert hogy magukba a közösségekbe is be lehet kapcsolódni, és nyilván hozzánk is be lehet térni ugyanolyan kérdésekkel, kérésekkel, információkéréssel, vagy bármilyen ötlettel, amivel eddig is megtaláltak minket a látogatóink. November elejétől a Művelődési Házat szolgáltatásaival együtt a Deák Ferenc utca 43-as szám alatt található Zöldpont és Civilházban érik el az érdeklődők. Az intézmény elérhetőségei változatlanok maradnak. Szakadáton egy épület, amely az 1860-as évek környékén épült, még ma is a hagyományos térelosztással várja a látogatókat. A település önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és egy helyi civil szervezet érezte úgy, hogy a svábok múltját kell, hogy tovább örökítsék az épület falain belül a felnövekvő generációnak. Hogy mi is várja az odalátogatókat, már mutatom is. Szakadát központjától nem messze található, az a korabeli fényképeket, anyakönyvi bejegyzéseket, levéltári térképeket és házjegyzékeket is őrzött tájház, ami az 1800-as évek közepe után épült. Volt egy előzménye, volt egy ősök szobája a hivatalban, és adódott az a lehetőség, hogy jó áron meg tudtuk vásárolni ezt az épületet, gondolom a 24. órában, és akkor elkezdtük 2009-ben kialakítani az őseink emlékéről szóló kis gyűjteményt. Tehát innen az ötlet. A célja, ez az én magánheppem, hogy nem azt szerettem volna, hogy egy múzeum legyen kialakítva, hogy pár ember megfordul, tehát ezt egy élőházként tartjuk fenn, és szeretném, amíg én tudom fenntartani. Tehát ez a településnek a kulturális centruma, egyik centruma, ahol a tavasztól, a disznóvágástól, a húsvéti nyuszi ünnepségig, családi rendezvényektől, tehát itt mindig történik valami. Tehát összejövetelek, és ezért szerettem volna, iskolások jönnek látogatóba, tehát gyakorlatilag itt mindig van valami mozgás. A ház, amelyet egykor zsúptető fedett, a megvásárlást követően felújításon esett át, de a funkcionális tereket megőrizték, hogy így meséljen az utókornak a hagyományos sváb életről. A munkálatokat elsősorban pályázati forrásból valósították meg akkoriban. Mindenképpen szerettünk volna mindent megtartani a régi formájában, tehát a régi hagyományokat, tehát mindent meghagytunk ugyanúgy. Hát nyilván sokat kellett dolgoznunk, mert nagyon rossz állapotú ház volt. És így előnyös volt, mert hasznosan tudtuk felhasználni a Német Nemzetiségi Önkormányzat feladat alapú támogatását, tehát mindig volt hova tennünk a kis pénzünket. De törekedtünk arra, hogy minden eredeti állapotában maradjon. Három tulajdonban vásároltuk a Községi Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat és egy civil szervezet, a Szakadát Jövőjét Alapítvány, és így a fenntartást is így megosztjuk hármunk között, és ha a civil szervezet pályázat, akkor civil pályázaton próbálunk pénzt szerezni, és hát hál' Istennek sok mindent meg tudunk valósítani pályázatokból is, meg a feladat alapú támogatásból. A berendezési tárgyak nagy része itt volt. Ez a Héfner család a Krémer Péter nagyszülei laktak itt, és a régi bútorokat meghagytuk, tehát nem sok mindent kellett pótolni, többnyire a régi eredeti 1900-as évek körüli, 1907-es bútorok maradtak itt. Az élőházként funkcionáló tájházat igyekeznek megtölteni programokkal, hogy az itt élő közösséget összetartsák. A rendezvények alkalmával pedig a tájnyelv is megelevenedhet. Ez a fő cél, hogy egy az az információs pultunkon, amit a Krémer Péter úr készített egy szakadáti dialektusról egy beszélő szótárt, ami szerintem egyedülálló, és talán mi vagyunk még az utolsó mohikánok, akik még 300 éven keresztül megőriztük a mi nyelvjárásunkat, egy egyedi nyelvjárása van szakadátnak, és a Krémer Péter úr feltette az információs pultra is ezt a dialektust, tehát egy 500 szavas kifejezéses mondatokkal levetített szótárt, ami szerintem nagyon értékes, és ezáltal is meg tudjuk őrizni a identitásunkat és őseink szokásait, szavajárását, tehát én nagyon sokra tartom. Van még
4-5 idős asszony, akivel szívesen elmegyek és beszélgetek a mi tájszólásunkba. Belekeverünk már sok mindent, ami annak idején nem szerepelt kifejezés, magyarosítjuk, majd kifejezzük magyarul, vagy az irodalmi némettel egészítjük ki. Talán még egy férfi, a Kanter Józsi, Józsi bácsi, aki most volt 90, ő még perfektül beszélni a nyelvet, de néha az ember nem figyel, akkor belekeverünk egy-két irodalmi német szót, vagy egy-két magyar kifejezést. Gyakorlatilag a 30 éves háború után ez a mi településünkre nem délhez szemből jöttek a betelepültek, a Gróf Merci 1723-ban, tehát Frankfurttól északnyugatra, 100-120 kilométerre ebben a négy településről telepítette ide őseinket, és egész más tájszólás volt arra, és tehát vallásilag is, tehát ott katolikusok voltak, még a környező településen, akik délhez szemből jöttek, Darmstadt környékről, ők evangélikusok, illetve reformátusok voltak. És én szerintem ezért maradt meg ez a mi dialektusunk. A tájázzal kapcsolatban egy fontos célja van az üzemeltetőknek. Elsősorban fenntartani szeretnénk ezt a kis épületet, és ide szoktatni az embereket, fiatalságot elsősorban, hiszen én is nyugdíjas vagyok, ma is szeretném átadni, továbbadni a fiatalabb generációnak, hogy azért, amiért dolgoztunk, vagy őseink dolgoztak, ne menjen veszendőbe. A Szakadáti Tájház már 12 éve gyűjti, őrzi, és adja tovább azt a hagyományt, ami a helyi svábságot jellemzi. Jó idő társult a nagykonyi szüreti felvonulás mellé, így senki nem gondolta úgy, hogy otthon marad. A település apraja nagyja kivette a részét a rendezvényből, melyet idén először kétnaposra szerveztek. Az első nap a baráti beszélgetéseké és a jó boroké volt, míg a második nap a hagyományápolásé. Nagykonyiban több évtizedes hagyományokra tekint vissza a szüreti felvonulás. Az idő múlásával itt is, mint sok más településen, a lótartás egyre kevésbé elterjedt, így a menet mára gyalogrója a település utcáit. A lakosság még egy része beöltözik, általában az iskola, óvoda az még jelentősen részt vesz ebbe a beöltözős történetbe, ami a szüreti felvonulásnak az egyik népviseleti hagyományát mutatja meg Nagykonyinak. Hát a lovasok azok már kevésbé, és a hintósok azok már kevésbé vannak jelen ezen a felvonuláson, de általában azért gyalogosan lerövidített körre végigjárjuk a település egy részét. Mondhatom azt, hogy Nagykonyiban a szüreti felvonulás a legérdekeltebb műsor, vagy a legérdekeltebb rendezvény az év során. Én azt gondolom, hogy ez a hagyomány ez annyira berögződött a település lakóiba, hogy ezt még tisztelve és a lehető legtöbben a településen részt vesznek. Előkerülnek a népviseletek, igen, nagykonyi pillék és hasonló fejdíszekkel a lakosság minden korcsoportjával, hölgyek, urak a népviseletet megmutatják és abban vonulnak. 30-40 fő szerintem ma is lesz. Általában ez úgy működik, hogy a művelődési házvezető kiválasza azokat az embereket, akiket meg szokott erre kérni, és általában mindig négy párhoz megy. Nem kell többet megjelölni, mert szeretnek a nagykonyi lakosok, bírók és bírónék lenni. A kisdobos meg általában mindig a Viktor, a művelődési házvezetőnk, úgyhogy idén is ő lesz. Sorogjon a busz, szóljon hát az ének, s míg a híreket mondom, kis figyelmet kérek. Kicsit hosszabban mondom az idei szövegem, mert az elmúlt két évben nem volt rá lehetőségem. Történt egymás a faluban, van mit mondani, de remélem, hogy senkit nem fogok untatni. Nem is lehetne másra kezdeni mondandóm elejét, volt itt egy fránya vírus, ami felütötte fejét. Gyorsabban terjedt, mint a falusi pletyka, sajnos ez miatt karanténba lettünk zárva. Egy időre szinte minden intézmény bezárt, és a kapcsolattartás is digitálissá vált. A nagykonyi kisbíró a hagyományosan nyakba akasztott dob helyett a szüreti menetet kísérő zenekar segítségét vette igénybe a figyelem felhívásra. Aztán az azt követő zeneszóra a művelődési ház előtt gyülekezők hamar táncra is perdültek. A legkisebbek is boldogan vettek részt a sokuk számára, még ismeretlen hagyomány megelevenítésében, az óvónénik kíséretében. A
szombati szüreti felvonulást egy borkóstoló előzte meg, amelyet hagyományteremtő céllal hívtak életre. Idén kétnapos szüreti napokat csináltunk. Az elmúlt két évben nem volt szüretünk, a Covid miatt sajnos, de idén hál' Isten sikerült megszerveznünk, és az idő is kegyes volt hozzánk, gyönyörű szép időnk van, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök az egész programnak. Az első este pénteken volt egy borkóstolónk a piac téren, ez délután 4-től kezdődött, és ilyen 7-8-ig tartott körülbelül. Itt 10 helyi termelőnek a borát kóstolhatták meg az itt lévők, a falusiak, és nagyon jó hangulatúnak mondták, azt mondta, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. A szüreti felvonulás útvonalát úgy állították össze, hogy több utcán áthaladva érjenek vissza a kiinduló ponthoz. 4 megállónk van, ugye sajnos mi nem tudtunk, mert itt a környéken nem igazán van nekünk annyi lovas, és nem tudtunk annyi fogatot összeszerezni, tehát nálunk gyalogos lesz a felvonulás. Megyünk az iskolához, ahol külön az iskolások díszítettek, akkor megyünk le a Dózsa-György utcába, ott egy külön ilyen mikrokónyinak szoktuk ezt mondani, annak az utcának a lakói kicsit jobban összeszoktak fogni, és ott is egy megálló lesz, ott is nagyon sok dísz van kirakva. Akkor jövünk föl a hivatal elé, a hivatal előtt is megállunk, majd a kultúrnál zárunk, tehát így megy a kör. Mindegyik megállónál táncolunk, és mindegyik megállónál van kínálás is. Üdítőt szoktunk kínálni, meg nálunk egy olyan hagyomány van, hogy likaskalácsot szoktunk mindig süttetni fenn a konyhán, és ilyenkor azt kínáljuk a lakóknak, meg mindenkinek, aki látogatja ugye ezt az egész, aki megy a vonulással tulajdonképpen, felvonulással együtt. Ezen kívül a lakók, meg az idősebbek szoktak süteményt sütni, rengeteg süteményt szoktak sütni, és ezeket is ugyanúgy kínáljuk, és táncolunk is, ugye? Jó hangulatú szokott lenni mindig, ovisok külön tánccal készülnek az iskola előtt, meg a Dózsa-György utcába. A jó hangulatból valóban nem volt hiány a sokakat megmozgató nagykonyi szüreti felvonulás alkalmával, amit egy éjszakába nyúló vállal zártak idén is. Idén ünnepli 20 éves jubileumát a Diósberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A közel 300 fős településen a legutóbbi népszámlálás alkalmával a lakosság 33%-a vallotta magát németnek. A falu életében fontos helyet foglal el a hagyományápolás, ami mind az óvodai intézményben, mind pedig rendezvényeik alkalmával megelevenedik. Filmvetítésre invitálta az érdeklődőket a két évtizede megalakult Diósberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat, ami töretlenül dolgozik azon, hogy életben tartsa a sváb hagyományokat. 2002-ben alakult, mint Diósberényi Német Kisebbségi Önkormányzat. Akkoriban még 5 taggal működött a Német Kisebbségi Önkormányzatunk. Jelenleg 3 tagra csökkent a létszámunk, hiszen a nemzeti, német nemzetiségének vallók száma is lecsökkent. A pandémia azért nagyon sokat változtatott az eddigi felállásunkon, de rendszeresen szerveztünk német nemzetiségi napot, támogattuk az óvodát, mint intézményt, az óvodába járó gyerekeket, az időseket, kirándulásokat szerveztünk Grazba, Bécsbe, Villányba, Fekedre, Gerezslakra. Partneri együttműködésként az önkormányzattal is nagyon sok olyan dolgot tettünk, ami értéket teremt és értéket ment itt Diósberényben, mint például a Szent Vendel szobor felújítása, rendbetétele, és pályázatokat is próbálunk kihasználni, így a legtöbb pályázatunk a tájházra vonatkozott, ami most jelenleg is alakul, tehát még most is folyamatban vannak bizonyos munkálatok. Az egyházzal is nagyon sokat együttműködünk, így például az urnafal építését támogattuk, a temetési zászlót újat vásároltunk, stációt állítottunk, keresztet újítottunk fel. Tehát én azt gondolom, hogy igaz, nem szerveztünk világkörüli utakat, és nem voltak itt nagy fesztiválok és nagy események, viszont ami tőlünk telett, mindig mindent megtettünk, akár erőnkön felül is. Mi magunk húztuk a szegerünket, hogyha beleszakadtunk akkor is, és igazából egy-két pályázat volt, ami segített minket, illetve az önkormányzat. A Nemzetiségi Önkormányzat büszke arra, hogy létrehozta a ma élőházként üzemelő tájházat. Szerettünk volna egy olyan sváb építészeti jellegű házat meghagyni az utókornak, ami
ami tükrözi az őseink, hogy a életét, a megmaradt értékeit, és igazából kb. Egy 5 évvel ezelőtt vettünk egy ilyen házat. Hát akkoriban nem voltak pályázati lehetőségek, és így stagnáltunk, tehát vártuk a csodát, hogy mi is fog történni. Eltelt egy év, és kidőlt a tűzfal, tehát tulajdonképpen lett egy romházunk, és teljesen kétségbe estünk, hogy most mi befektettük a kevés pénzünket, mi lesz ebből, hogy fogjuk ezt megcsinálni, hogy fogunk talpra állni. De hál' Istennek összefogással, felajánlásokkal, pályázatokkal elkészült úgy, ahogy a tájázunk. Még van egy kis teendőnk még a külső helyiségekben, de már nagyon sokan megnézték, gyerekek is, felnőttek is, távoli vidékről érkező személyek is. Úgyhogy reméljük, hogy ismét értéket teremtettünk, és hagytunk valamit az utókornak. Ilyen terveink között szerepel, hogy ez egy élő tájház lesz, tehát egy olyan ház, ahol gyerekek is járnak, idősek is járnak, ahol programok vannak, ahol akár közösen lekvárt főzünk, ahol beszélgetünk. A Német Önkormányzat testületi üléseit is ott tartjuk már, ott volt az idei közmeghallgatásunk is, és igazából azt látom az embereken, hogy nagyon nagy sikere van ennek a háznak, az idősek elérzékenyülnek, sokan úgy jönnek be, hogy ugyanilyen illat volt a nagymamámnál, ugyanilyen szentkép volt a falon a nagyszüleimnél, és ez így jó érzés, hogy tettünk valamit, és hagytunk valamit magunk után. A település legkisebbjei már korán megismerkedhettek a sváb hagyományokkal, hiszen az intézményi nevelést úgy alakították ki az óvodapedagógusok, hogy a mindennapjaik szerves részét képezi. A Diósberény óvodában német nemzetiségi óvodai nevelés folyik, ez azt jelenti, hogy egyik héten magyar, másik héten német nyelvű foglalkozások vannak. Az óvodában egy sváb sarok van, ami azt hiszem egy egyedi, mert nem sok óvoda büszkélkedhet ezzel. A gyerekek nap mint napot mennek el a régi használati tárgyak mellett, a bölcső mellett, az eszközök mellett, és a gyerekek tulajdonképpen szerepelnek a német nemzetiségi napokon, a német ünnepeken, hagyományápolási napot szoktunk tartani, a karácsony, tehát bármilyen közösségi, községi rendezvényen fellépünk, vagy akár a szomszéd településeken, mindig megmutatják a német óvodai nevelésnek az értelmét és a tartalmát is a magyar nevelés mellett. A legutóbbi rendezvény alkalmával egy filmvetítéssel készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat az érdeklődőknek. Ez egy rendhagyó német nemzetiségi nap lesz, annyiban rendhagyó, hogy nem fogunk, az óvodásokkal nem fogunk fellépni, illetve nem lesznek fellépő zenekarok, tánccsoportok, énekkarok, hanem egy filmvetítést terveztünk a mai napra. Eddig is több olyan filmvetítés volt, amit a könyvtárral együtt szerveztünk, ami például a Málenki robotról, ahol német nemzetiségi témájú filmeket vetítettünk, és tényleg sok érdeklődő volt. László Gábor filmje, ami a rendezvény alkalmával megnézhettek, a Diósberényiek 52 percben foglalta össze az 1100 éves német-magyar közös együttélést. Egy mucsi származású rendező készített, és ez külön érdekes számukra, hiszen mucsi itt van nem messze tőlünk, és egy keretet képez az, hogy a mucsi temetőből indul a film, és a mucsi temetőben záródik. A helyiek fontosnak tartják azt a munkát, amit a Nemzetiségi Önkormányzat végez a településen. Hála Istennek vagyunk néhányan, akik a német nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat, és kiegészítve egyébként a községi rendezvényekkel az egész település számára tudunk ilyen programokat készíteni, programokat szervezni, és csinálni, mint amilyen ez a mai is. A jól sikerült német nemzetiségi nap alkalmával megtelt a település művelődési háza a magukat svábnak való helyiekkel és a rendezvény iránt érdeklődőkkel. Mielőtt pedig elköszönnék, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy jövő héttől nem keddenként, hanem szerdán 18 óra 30 perctől láthatják Tamási Tájcímű magazin műsorunkat. Köszönöm figyelmüket, a jövő szerdai viszontlátásra!